igazán kitettek magukért az izményi falunap főzőversenyén idén elinduló csapatok. Az ételekhez szükséges húsból 3 kilót az önkormányzat biztosított minden közösségnek, de voltak, akik ezt jócskán kipótolták. Az az igazság, hogy ez egy régi székely recept alapján készül, és sajnos ezt nem árulhatom el a titkot, mert akkor mindenki így csinálna. Úgyhogy majd a zsűrinél meglátjuk, hogy sikerül. Nagyon jó viszont a hangulat nálatok. Mi a titkotok? Finom pálinka és még finomabb bor. Mások a mérnököket megszégyenítő, precíz tervezést kívánó receptúrával indultak a főzőversenyen. Legalúra a csontok, egy kis hússal, és minden réteg kapott egy réteg hagymát, fűszereket, paprikát, fokhagymát, minden egyéb finomságot. 3-4 rétegből építettem föl, és ki lett előtte kenve szalonnás zsírral a bográs, és onnantól kezdve csak folyamatosan forgatva lett, és a saját levébe főtt meg gyakorlatilag a hús. Ez a recept az Alföldről egy öreg juhász bácsitól való, úgyhogy Kecel környékéről. És amióta így főzöm, majd 10 éve, azóta mindig nagy sikerem van vele, és mindig sikerül. Sőt, szinte utána sem kell ízesíteni. A munkából a fiatalabb generáció tagjai is kivették a részüket. Sertéspörkölt, comba. Anyukám csinálta tegnap, most újra melegítjük. Rámegyünk az első helyre, az arany a cél. Akkor anyukád nagyon jól főz. Nagyon jól főz, anyukám nagyon jól főz. Mi inni jöttünk, nem enni, úgyhogy... Hogy álltok eddig? Hát hogy álltok? Azt látom, hogy a kaja kész, melegítetek. Hogy álltok az ivással? Hát az alapozás már megvan. Pörkölt rotyog. Reggel 9 órától megkapták, mert minden főző csapatnak adott az önkormányzat 3 kg húst, és egy sátrat, egy pavilon meg hozzá az asztalt, és akkor ők főznek, amit gondolnak ebből a húsból, pörköltet vagy éppen tárcsást, az rájuk volt bízva, és amúgy a futballmeccset meg 11-re szerveztük, rendeztük ezt, ez egy óráig úgy gondoltuk, hogy a kajával együtt belefér. Amíg a bográcsokban az ételek főttek, addig néhány méterrel arrébb a magyar színész válogatott ellen léptek pályára a helyi öreg fiúk, történelmi győzelmet aratva, 6-3 lett ugyanis a végeredmény a hazaiak javára. Ez nyilvánvaló volt. Hát úgy számoltuk, egy kicsit többet rúgunk, de a fiúk azt mondták, hogy a 6-3, ez a magyaroknak jó. Az angolok ellen is jó volt, hát akkor színészek ellen a miénknek is jó. Nagyszerű ellenfél ellen játszhattunk, és még az idő is kegyes volt hozzánk, mert azért az elején kicsit keménynek tűnt a pálya, de jó Isten úgy látszik velünk volt, mert egy kicsit megáztatott bennünket az elején. Szerintem nagyon jó meccset játszottunk, és nagy örömmel jöttünk ide Izménybe. Nagyon, nagyon jó dolog, hogy vannak ilyen rendezvények, és mi ezeket a mérkőzéseket, amikor valahová meghívnak, mi ezt többnek gondoljuk, mint pusztán egy futballrangadó. Itt sokkal fontosabb az, hogy az emberekkel találkozhatunk, és együtt lehetünk velük. És tényleg azt látom, hogy örülnek annak, hogy mi is időt szakítunk arra, hogy el tudjunk jönni egy ilyen rendezvényre. Ezek nagyon, nagyon jó dolgok. Én vidéken születtem, és tudom, hogy a közösségnek óriási ereje van, és erre nagyon, nagyon kell vigyázni. És öröm az is, épp a csapatkapitánytól, az izményi csapatkapitánytól tudom, hogy pár éve alakult újjá az izményi ese. Ezek nagyon, nagyon, nagyon jó dolgok. Én ennek kimondottan örülök. És örülünk, hogy itt vagyunk. Izményben már régi hagyománya van a nyári falunapoknak. A helyszín viszont az évek alatt többször is változott. A sportpálya melletti hatalmas téren idén rendezték meg először ezt a helyi népünnepét. Ez első olyan falunapunk, amit itt szervezünk a futballpályán. Mi az első falunapunkat 13-ban kezdtük el, akkor még az iskola udvarán ejtettük meg, és utána ott is volt ez 2-3 évig, majd úgy gondoltuk, hogy kicsi az már, hogy kinőtt ez az udvara ezt a rendezvényt, és akkor levittük a központba. A központban volt egész 19-ig, de már 18 és 19-ben összegyúrtuk a falunapot a születi felvonulással. De 19-ben volt egy kis kellemetlenség az ott lakóknál, mert nem tetszett nekik az, hogy a sátor ott állt a kapu előtt, és akkor én nem akarom a civakodást, akkor utána meg akkor ugye 20-ba a pandémia meghiósította ezt a dolgot, a 21-ben meg én, mert
majd hogy nem jöttem vissza, úgyhogy sajnos elkaptam a koronavírust, és ilyen nagyon 10%-os éjjel volt rá, hogy visszajövök. Hál' Istennek itt vagyok, de rossz tüdővel, de az már az én problémám. És így akkor tavaly évben mi megcsináltuk a születét, és akkor úgy döntött a testület, hogy próbáljuk meg egyszer itt kint a futballpályán, hogy ide hozzunk, akkor csináljunk itt egy főzőversenyt. Akkor volt már nálunk máskor is ilyen nagyobb neves futballcsapat, mint a Fradi öreg fiúk más alkalommal, és akkor mondtam a fiúknak, hogy mi lenne, hogyha a színészeket, már egyszer már volt szó róla, és mondtam, hogy mi lenne, hogyha akkor most meghívnánk őket, hát ez sikerült, jöttek és örülünk is nekik. Izményben a falunap este koncertekkel és tűzijátékkal zárult.